Szépen köszönöm Barci Tamásnak az előadását. Én nekem egy nagyon gyenge poén az egyik slide címére eszembe jutott, és ezt nem tudom nem elmondani. Ugye volt, hogy Log, én vagyok az apád, mi meg nem szeretjük a Luke-on a rendszerben. Tehát így... Jó, tehát... Alapvetően hallottuk, hogy folyamatosan nő a támadási felület, amire koncentrálni kell. Ugye itt az AI azért is lép be a szerepbe, de ez nagyon-nagyon sok kihívást hoz magával, és igazából ezekről a kihívásokról fogunk a következőkben még beszélni. A következő előadónk Gabriel Gábor János a Forage-tól, aki a CTI-ban rejlő lehetőségekről, szükséges képességekről és kihívásokról fog nekünk egy előadást tartani. És szeretném is felkérni az előadása megtartására. Köszönöm. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Én megpróbáltam olyan szemszögből megvilágítani a CTI-t, ami egy picit más fókuszpontokat és más súlyokat próbál előhozni, mint a korábbi előadások. Elsősorban a lehetőségeket és kihívásokat gondolnám kiemelni ebben a pici kis prezentációban, ami nem jelenti azt, hogy a CTI csak ennyit jelent, de én most ezt szemeltem ki fókuszpontnak, amiről mindenképpen szeretnék beszélni. A CTI, hogy itt már elhangzott, egy nagyon-nagyon tág témakör, nagyon-nagyon sok mindent magába foglal. Én a lehetőségek és kihívások tekintetében a két végpontot próbálnám meg egy picit megmutatni, csak azért is, mert hogyha azt mondjuk, hogy mi CTI felhasználók vagyunk, akkor pontosan lássuk, hogy az miből épül föl, honnan jön, és hová jut el. Vannak nekünk is igényeink, ugyebár az igények azok mindig óriásiak, mindig azt szeretnénk, hogy teljesen biztonságos legyen a rendszer, és semmilyen támadás ne érjen el minket, viszont ahhoz, hogy az ehhez felhasznált információkat, az ehhez felhasznált egyéb összetevőket, azokat milyen módon állítják elő az egyes szolgáltatók, akik lehetnek integrátorok, lehetnek egyébként nagy gyártók is, ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz az szükséges, hogy egy picit mögé lássunk ezeknek a történéseknek, és hogy ennek megfelelően helyén tudjuk kezelni azokat az információkat, amiket kapunk. Miről is szól igazából a CTI? Én megpróbáltam magán a hírszerzésre egy picit nagyobb fókuszt helyezni. Pontosan honnan is szerezzük egyébként az információkat arra vonatkozóan, hogy mi azt későbbiekben föl tudjuk használni a nap végén egyébként ügyfél oldalon, egy CIEM rendszerben, egy bármilyen más rendszerben. Nagyon-nagyon fontos, és egyre több esetben merül fel ugyebár ügyfél oldalon is, hogy ami megérkezik információ, az vagy nem releváns, vagy túl generikus, de semmiképpen sem nevezhető specifikusnak. Ebben a tekintetben nagyjából, mint a vírus szignatúrák anno, jön dögivel, de igazából éve, amire nagyon fontos lenne odafigyelni, ami egy heatmap, egy relevancia map, egy bármilyen más információforrásból leszűrődik, az gyakorlatilag, hogy mondjam, ügyfél oldalon történik meg ez a szűrés. Nagyon-nagyon fontos, hogy ahogy itt a korábbi előadásokban is felmerült, mindenki megpróbál, ugyanígy a Kibervédelmi Intézet is régióra, országra, szektorra, vagy akár szervezetre specifikus információkat összegyűjteni, vagy leszűrni abból az töménytelen mennyiségű információból, ami egyébként nekik rendelkezésükre áll, innen-onnan, akár gyártók által nyújtott információforrásokból, akár open source elérhető információkból. Ezekből mindegyik esetben gyakorlatilag a potenciális fenyegetéseket kell valamilyen módon leszűrni, ami feltétlen ránk figyel. Ennek része gyakorlatilag a sérülékenységeknek a felderítése, azoknak a figyelése, ennek ugyebár valamilyen szinten feltétele az, hogy valamilyen asset managementünk legyen, ami pont itt felmerült az egyik előadásban, hogy van vagy nincs, ha van, akkor mit tudunk vele kezdeni, ha nincs, akkor mit tudunk tenni. Nagyon fontos, hogy látunk olyan szolgáltatásokat a piacon, amik CTI-ként mutatják magukat, de gyakorlatilag inkább ilyen reputáció, domain alapú szolgáltatásokat foglalnak magukba, vagy legalábbis ilyen képességeket. Ez is valamilyen szinten része a CTI-nek, de csak egy része. Ezen kívül pedig gyakorlatilag elveszett információk, hozzáférések, adatok és egyéb más dolgok merülhetnek fel, ugyebár mindenféle formában az internet és nem internetes világban. Milyen képességeket is tudunk lefedni, gyakorlatilag mondjuk, hogyha egy CTI-t valamilyen szolgáltatásként igénybe veszünk, akár egy nagy gyártótól, akár egy integrátortól, akár bárki mástól. Alapvetően ez magába foglalja a hírforrásoknak a felderítését, mert azért ezeket valamilyen módon lokalizálni kell. Itt, hogy a Microsoft-os előadásból is felmerült, van 80 trillió információ forrásuk, amit ők valamilyen módon kezelnek. Ezeket valamilyen módon fel is kell deríteni. Ezeknek a felderítése nagyon sok mindent foglal magába, és nagyon sok mindent követel is. Többek között
azt, hogy az adott hírforrás, hogyha mondjuk valaki natív nyelven tudja olvasni, valószínűleg előrébb van, mint aki valamilyen fordítóval, vagy más megoldással szalad neki ennek a történethez. Hírszerzéshez szükséges valamilyen szintű fedés is, ahogy így szokták mondani, tehát ahhoz, hogy ezeket az információkat megkapjuk, ezek valószínűleg nem az újságpapír, hogy mondjam, címlapján jelennek meg. Ezeket valamilyen módon ki kell szedni, valamilyen módon meg kell találni ezeket a hírforrásokat, majd utána, hogyha megvannak a hírforrások, akkor abból még ki is kell gobozni, hogy pontosan mi az, ami ránk vonatkozik. Utána ezeket az információkat, ezeket még be is kell gyűjteni valamilyen módon, majd utána a begyűjtött információkat osztályozni kell, analizálni kell, előfeldolgozni kell, majd ezek után valamilyen szinten relevanciát és egyéb más indexeket társítani mellé, hogy mi ezt pontosan, hogy is tudjuk helyén kezelni. Nagyon fontos, hogy ezeket az információkat, amiket megkapunk, vagy esetleg a szolgáltató megkap, ezeket kontextusba is kell még helyezni. Le kell ellenőrizni, hogy annak pontosan milyen relevanciája van, kire releváns ez az adott információ, és őt milyen szinten érinti. Aztán utána ezeket az információkat miután leszűri az adott szolgáltató, ezeket utána még át is kell még adni valamilyen formában, hogy ezt az ügyfél oldal fogadni legyen képes. Nagyon fontos, hogy ügyfél oldalon is kell ugyebár valamilyen szintű megértés, valamilyen szintű kompetencia. Ezeket az információkat nekik még saját kontextusukba kell helyezni. Tehát az rendben van, hogy jön mondjuk egy információ, hogy bizonyos szektorban bizonyos problémák és bizonyos támadások előfordulhatnak, de több mint valószínű, hogy a szolgáltató nincsen teljesen tisztában azzal, hogy ahogy itt felmerült az eszeteknek a lényege, illetve a fontossága, hogy az ránk egyáltalán releváns-e. Tehát nekünk vannak-e olyan jellegű szolgáltatásaink, ki vannak ennyit fa internetre, érintheti őket ez az adott támadás. Ezután a megkapott információknak a hitelességét is kell ellenőrizni, ez ugyebár open source-nál is valamilyen szinten megtörténik, de azért ennek ezen túl nekünk is kell ellenőrizni ennek a hitelességét és ennek a minőségét is egyébként. Ez az operatív csapatokra hárul valamilyen szinten, ahol gyakorlatilag offenzív és defenzív kollégák leellenőrzik ezeket az információkat, és annak megfelelően meghatározzák, hogy ez milyen pontosságú. Hogyha egyébként nem kellő pontosságú az átadott információ, akkor a szolgáltatóhoz vissza tudnak fordulni, hogyha ott valamilyen hiba van, az pontosan miért van. Hibának tűnik, az valódi hiba, nem hiba, bármi más. Ezután pedig gyakorlatilag a védelmi elemekhez kell eljutatni azokat az információkat, amiket mi megkaptunk valamilyen formában. Ezután a következő feladat még, hogy ezzel az ügyfél tudjon is mit kezdeni, hiába kapja meg, ha nem tud vele mit kezdeni. Felderítés módszertanáról próbáltam egy pár információt összeszedni. Egyrészt vannak ugyebár a magas szintű, és vannak specifikus információk, vannak alacsonyabb szintű információk, amelyek sokkal részletgazdagabbak, sokkal inkább, hogy mondjam, komolyan vehetőek, sokkal inkább tudunk vele mit kezdeni ugyebár a napi életben. Operatív szinten tudunk rá akármilyen védelmi megoldást, védelmi stratégiát vagy védelmi eljárást felépíteni. Itt ugye gyakorlatilag a szolgáltatóknak van meg a felelősségük, hogy ők milyen információkból gyűjtenek ezeket. Ők is gyűjthetik ugyebár telemetrikus adatokból, gyűjthetik honeypotokból, gyűjthetik számos helyről még ezeket az információkat, amik nem ilyen jellegűek, hanem valamilyen más szöveges jellegűek, és akár nem is struktúráltak, az ott megtörténhet gyakorlatilag kulcsszó alapú keresés, intenció alapján, reputáció alapján, és egyéb más módszerek alapján. Itt azért látjuk, hogy az AI is valamilyen szinten azért részt vesz ebben a történetben, amikor szöveges tartalmakat kell ugyebár áttekinteni, a szöveges szövegelemzésekre nagyon sok eljárás és nagyon sok AI modul és feltanított modell is rendelkezésre áll, tehát ezt ők folyamatosan tanítják és fejlesztik. Milyen előnyöket is kapunk gyakorlatilag, hogyha egy CTI szolgáltatást megkapunk a bárkitől is? Gyakorlatilag egyrészt kapunk képességeket, amelyekre nem biztos, hogy rendelkezünk. Ez lehet akár egy threat researcher, lehet akár egy threat engineer, lehet egy bármilyen más képesség, amivel nem biztos, hogy mi ügyfél oldalon rendelkezünk. Ezek a kompetenciák, ezek olyan kompetenciák, amelyeket általában gyártók és vagy nagyobb cégek tartanak fönn, akik specifikusan valamilyen szektorra vagy valamilyen ügyfél specifikusan nyújtanak szolgáltatásokat, és ahogy az előbb is utaltam rá, esetleg olvassák natív nyelven is ugyebár azokat a fórumokat, azokat az információforrásokat, amelyek nem biztos, hogy feltétlenül európai nyelven, és nem biztos, hogy feltétlenül európai karakterszettel vannak legépelve, csak hogy ilyen profánul fogalmazzak. Ezen kívül olyan információkat kapunk, amivel nem rendelkezünk különben. Ha rendelkeznénk vele, akkor nem lenne szükségünk CTI szolgáltatásra. Ezen kívül szolgáltatói oldalról még kaphatunk ugyebár folyamatokat,
illetve ezeknek a folyamatoknak a lekezelését, mert az, hogy valamilyen információt megkapunk, azt még utána gyakorlatilag még a nap végén, hogy mondjam, apró pénzre kell tudni váltani, tehát azzal még kell is tudni mit kezdeni, az gyakorlatilag be kell tudni építeni a rendszerünkben, hogy ezzel az áhított célt elérjük, hogy valamennyivel biztonságosabbak legyünk, minél több fenyegetés ellen védettek legyünk. Ezen kívül pedig gyakorlatilag kapunk egy kis irányítást is, iránymutatást is, nevezhetjük ezt governance-nek, nevezhetjük bárminek is, de önmagában, hogyha egy CTI szolgáltatást igénybe veszünk, akkor természetesen kapunk a szolgáltatótól valamilyen olyan jellegű iránymutatást, ami a jó felhasználásra próbál rávinni minket. Még egyszer mondom, hogyha a CTI-t elő tudnánk saját magunk is állítani, akkor valószínűleg hogy megoldanánk ezt az összes problémát. Így, mivel általában az ügyfelek igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, ezeket a képességeket, ezeket az információkat, ezeket az intenciókat és oktatásokat, ezeket meg tudják tartani, és be tudják építeni a saját szervezetüknek, a saját szervezeti kultúrájuknak megfelelően, attól függ, hogy ők hogy működnek. Milyen lehetőségek is vannak? Gyakorlatilag olyan információkat kaphatunk meg, amit önállóban nem biztos, hogy elő tudunk állítani. Itt felmerült ugyebár a kibervédelmi intézetnél is, hogy őnek is vannak olyan információik, amelyeket kiadhatnak, és ők is rendelkeznek olyan információval, hogy biztos, hogy más nem kaphat meg. Ennek megfelelően mondjuk, hogy a polgári felhasználásban ezt különböző szolgáltatóktól tudjuk beszerezni, amelyekből szerencsére jó sok rendelkezésre áll. Ezek minősége természetesen különböző és vitatható is, de a piac szabad, mindenki azt választja, amelyik a számára a legmegfelelőbb. Ami még nagyon fontos, és ez felmerült itt, hogyha már az együttműködés, hogy milyen olyan jellegű zárt információforrások vannak, amelybe be lehet csatlakozni, akár szektoronként, akár nemzeti alapon, akár pedig szabadon választott alapon, amelyekben megoszthatók azok a jellegű információk, amelyek természetesen anonimizálva kerülnek be ezekbe a megosztó rendszerekbe, de mégis egymást építve, egymást segítve tudják mindenki számára gyakorlatilag a biztonság növeléséhez szükséges információt biztosítani. Ami még nagyon-nagyon fontos, és szintén egyre inkább fontos az ügyfelek számára, az az, hogy zajmentes legyen az információ. Gyakorlatilag akár megnézzünk egy osintet, akár bármi mást, rengeteg információ van, és ezeknek az információknak a leszűrése, ezeknek a kontextusba helyezése, és ezeknek a relevanciájának a megmérése, majd utána még a szervezetre ráhúzása, ez általában rengeteg feladatot szokott elvinni. Ahhoz, hogy ez szektorspecifikus legyen, és azt tudjuk mondani, hogy leginkább a mi ránk vonatkozó információkat kapjuk meg, na ez az, ami nem biztos, hogy minden szolgáltatónál pontosan ugyanúgy teljesül. Milyen kihívások is vannak? Ahogy jeleztem, az információ feltárása, az információ megtalálása, az információ analizálása az egy nagyon-nagyon fontos dolog, de ezt utána még el kell juttatni az ügyfélhez, és talán az ügyfél oldalon pedig fel is kell tudni használni. A nap végén gyakorlatilag a megérkezett információkból védelmi konfigurációkat vagy védelmi stratégiát kell tudni újra szervezni vagy átszervezni annak érdekében, hogy ezt az információt megfelelően tudjuk felhasználni. Ahogy jeleztem, a relevancia az mindenképpen nagyon fontos, ez lehet heatmap alapján, lehet bármi más alapján is. És ami még nagyon fontos, hogy a CTI az igazából inkább hozza az időt, mint inkább vigye. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a CTI-ban rejlő lehetőségeket jól kell tudni kezelni. Hogyha egy CTI-ből beérkező összes információra azonnal ugrunk, akkor több mint valószínű, hogy nem leszünk hatékonyak. Ennek megfelelően hatékonyá kell tenni a folyamatainkat, és hatékonyá kell tudni tenni a védelmet ennek birtokába. Nagyjából ennyit hoztam így a mai napra, és ha valakinek van kérdése, megpróbálok válaszolni.